Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Szép délelőttöt továbbra is. Elérkeztünk a mai műsor utolsó órájához, ahogyan ezt már korábban is említettük, de hát az üzeneteiteknek köszönhetően mégiscsak vissza kell utaljunk egy picit az előző témákra is. Autózás kapcsán ugye többek közt beszéltünk arról, hogy mennyire éri meg új autót választani a régi helyet, stb. Stb. Ezt most így mondom a Jocó kedvéért, hogy ismételjük el a témát, és azért is, mert például Tamás ennek kapcsán írt nekünk üzenetet, a következőképpen szól. Sziasztok, van egy 2008-as Skoda 2-s Octaviám, nem adnám semmilyen full elektromos vagy új ablaktörlő motoros Dacia-ért, vagy akár más márkáért sem. A kis köpcentis benzines motorok megfújva turbóval működnek, hogy a megfújva mit jelent, azt én nem tudom. Ugye a turbófúvó. Igen, az ilyen típusú motorok akkor ezek szerint megfújva turbóval működnek egy ideig, viszont közel sem annyit, mint a régebbi fajta motorok. Sajnos szinte ugyanazt a súlyt kell vigye, és mivel hogy kicsi és ki van használva, szinte vagy maximum randamentummal, ami korai kopás okozója. Ezt érted te, Bence? Igen, maximális kihasználtságnál. Tehát figyelj, hogyha valamit 100%-on használsz, folyamatosan biztos hamarabb elfkopik, mintha 80%-on használnád. Ilyen a férfi logika. Tök logikus. Okay. Olvassuk tovább Tamás üzenetét. A villanyautóknak nincs még elég autonómiája, hogy a városon kívül használhatóak legyenek, nagyon drágák, meg az életük végén az akkumulátorok megsemmisítése is nagyon nagy szennyeződést okoz. Teszi még hozzá, hogy szép napot is, hogy ez az ő véleménye, mármint a Tamási, lehet, hogy nem azonos másokéval. Te Tamás, hát mi tolmácsoljuk, azt majd kiderül. Köszönjük az üzit. És van még. Pontosan, hát nem vagyunk egyformák, nem kell mindenkinek ugyanaz a véleménye legyen, de én valamennyire osztom ezt a véleményt, hogy én is azt gondolom, hogy lehet, hogy közhelynek számít, de régebb azért tényleg jobban meg voltak csinálva az autók. Én nekem is van egy ilyen érzésem, tehát nem az volt a cél régebb, hogy egy meghatározott időre gyártsanak le egy autót, mondjuk 10 évre, 15-re, hanem akkor még az volt a szokás, hogy az autót megcsináljuk, minél hosszabb élettartama legyen. Ez már szerintem sem így van. Azt mondja nekünk egy L nevezető hallgató, hát ez lehet Laura vagy Laci, de nevezzük csak L-nek. Sziasztok, van azért az a megyei út, ami nyugodtan lehet szánkót húzni autóval, például azok a megyei utak, amik nincsenek aszfaltozva, és a madár sem jár rajta, na ott lazán, és van nem egy ilyen megyei út, egy ilyen kacsintos smiley-val fejezi be el az üzenetét. Értjük, és értjük a célzást is, reméljük az is hallgatja a rádiót, aki ezeket az utakat le tudna aszfaltozni nekünk, de addig is lehet rajta szánkozni. Erről csak annyit szeretnék elmondani, mert ugye nem voltam itt, amikor ezt a témát kibontottátok, hogy én pont 3 nappal ezelőtt csináltam ezt utoljára, tehát kincső lehet, hogy 30 éve csinálta, én 3 nappal ezelőtt húztam a gyerekeimet egy ilyen úton, és nagyon élvezik, ezért már azt hiszem az idén negyedszer csináljuk ezt, mindig mondják, hogy apa, autó, szánkó, és akkor ülünk be, és megyünk. Kerekizd le a kedvemért ezt a 30-at 20-ra, mert megvénítettél. Igazad van. Köszönöm szépen. 20. Figyelj, ha nagyon megnézzük, akkor ezt a megfelelő úton az nem probléma. Gondolom azért nem egy olyat választottál, ahol melletted az autók így... Nem a Dene Unu a klasszikus, ahogy a szokás bukaresti utat hívni, ugye azt a bizonyos egyes országutat. Jó. Üvöltözünk egy kicsit. Nem azért, mert különösebben idegesek vagyunk, hanem azt mondják, hogy az európai habitushoz jobban működik az, hogy kiordítod magadból a dühödet. És erre Kanyomarit csókoltatom, mert erre ő a legjobb példa. Egyébként de mindig vele szoktam biztosításokat kötni, és egy ilyen jellegzetesen ez a vérbő típusú ember, aki, hogy mondjam, duvasztja magából ezeket a dolgokat, és milyen jól csinálja, mert szerintem tulajdonképp nem ideges. Úgyhogy csokoltatlak, Mari. Rállj meg, mert bocsánat, csak hogy tisztázzuk le, az a típusú személyről beszélünk ebben a pillanatban, aki úgy amblok, meg általánosan hangosabban, picit ordibálósan beszél, vagy az, aki rendszeresen kiadja a dühét, haragját az által, rendszeresen kiadja magából a dühét. Mert azt mondják a szakik, hogy ez így működik. És képzeljétek el, hogy hatékonyabb, mint a joga, amikor ülsz, és azt mondod, hogy
most hát nyugodt vagyok. Hát ezt azért nem vagyok. Lehet kijelenteni, Bence, hogy hatékonyabb. Tehát vannak egy pró... Ezt mondják a másikokat, igye, ide, vannak tudom. Pró és kontra érvek is, azért fel... Igen, az az igazság, hogy szerintem is hatékonyabb. Tehát, hogy most ülni csendbe, ahhoz sokkal nagyobb bölcsesség kell, mint ordítani, és azért azt hiszem a minipünk inkább ordibálás mellé szavazna, vagy az ordibálás mellett voksolna. Én is azt gondolom, hogyha az ember időben kiadja, és nem tartja magában. Na, természetesen ez nem arról szól, hogy éjjel-nappal ordítanunk kellene, de én is inkább az ordibálás mellett vagyok. Én húzom le az ablakot, ordítok ki az ablakot, te, kiszállok a kocsiból, beteszek a csomagtartóba, ketté váglak, anyósod is mellé rakom. És amúgy is az a nemzet vagyunk, tehát főleg most mondjuk, akik tanyán éltek, azoknak ez szerintem egy elengedhetetlen dolog volt, ugye, amikor hallod a szomszéd! Tehát ő így élt. Tehát, hogy neki muszáj volt ordítania, és sokkal egészségesebb. Vagy maximum küldhetett galambot még mindig. Megvan az a cukorka reklám, ami pont erről szólt. Halljátok? Nekem gyerekkoromban ti, akkor már azért viszonylag hamar. Egy cukorka reklám, televíziós reklám volt, pont erről szólt, hogy két ember két különböző hegy csúcson állt, és ordibáltak egymásnak. Ez a Ricola lesz, mert az a felépítésű. Nem, ez nem. Negró volt, ha már márka neveket említgetünk, akkor ügyesen el lehet ezt mondani. Igen. No, hát igen, mentolos torokkal könnyebb ordibálni, legyen ez a mai nap tanulsága mindenképp. Csak nem úgy jársz, mint én kölyökkoromban, hogy hát anyám fejre kellett állítsani valahogy kirázza a torkomból a cukorkát. Leszaladt a torkodon. És mondta, hogy elég csúful csináltam, és nézte, hogy most nyomad meg a kölyök. Jaj. Cukorka kijött, akkor egy darabig nem kaptam utána cukorkát. Teljesen érthető módon. No, de hogy visszakanyarodjunk mégiscsak a lényeghez, állítólag ténylegesen az, hogy terápiás hatása van annak, hogyha egész komolyan és rendszeresen ordibálunk forma. Sőt, olyannyira, hogy mit a pszichológiai berkekben, ennek már külön szakterminusai is vannak. Van egy úriember, nevezetten Arthur Janov pszichológus, aki annak idején egész elméletet épített fel erre, és egyébként nem más, mint John Lennon és Yoko Ono volt az egyik legnagyobb híve ennek az elméletnek, miszerint ordibálni kell, és utána minden rendbe fog jönni. Hogy ez konkrétan hogyan és miként megvalósítható mondjuk egy ilyen tömbházlakásos, vagy bérlakásos, de még magánházas közegben is, mondjuk kisebb-nagyobb településeken itt nálunk Erdélyben, hát azért megnézem azt a szomszédságot, aki elviseli, hogy mondjuk én a mostani negyedik emeletről napi, heti rendszerességgel kikiabáljam a fájdalmaim. Nekem volt ilyen szomszédom, nem esélye róla. Működik egyébként, de tényleg, tehát ugye a fent említett hölgyet imádom pont ezért, mert ilyen, hogy nem tartja ezeket magában, és nagyon tudom csodálni ezért a dologért. Mert nálam ezek így bennmaradnak. Akkor mérgelődök, felmérgelődök, amikor már kijön, akkor már általában olyan dühös vagyok, hogy jobb, ha nem válaszolnak rá, mert jó nem lesz belőle. Tehát, hogy ezt így kell, abban a pillanatban, ezt a francba te! Vagy nem tudom, akármi. Igen, és jobb. Ugye a magyaroknál van is ez, hogy kikiáltom a fájdalmamat, vagy örömébe ordítani, tudni. Ja, most nem arról beszélünk, ugye, amikor megyünk hazafelé, és teli torokból ordítjuk, hogy csillagoség, merre van a magyar hazá. Te, figyelj, az igazság, hogy az is egyfajta kinyilvánítása, mert hogy azért mondjuk szex. Mit szeretnél? Hogy kerültünk a csillagoségtől? Ott is az ember ordít egyet. Tehát nem mindenki, de például van, ahol kimondottan volt egyszer egy olyan esetem. A végén esetem, egy ilyen, igen, és a nő meg... Maradjunk, vagy addig jó a szex, amíg nem ordítva szalad el. Tehát hogy volt, amíg csita nem jön be a fáról, hogy mi történik. Voltam egy olyan turnén, ahol azért nem lehetett nyugodtan pihenni, mert a veletük levő szobában hallottam, ott jó volt a szex. Király? Király, így nevezte. Hát, szerintem maradjunk ennél. De például még csak 18 is éven aluliak is hallgatnak, csak hogy mondom. Ha csak nincsenek iskolában, mert ezt is feltételezzük, hogy ők még most ott vannak. Igen. De ettől függetlenül igaza van Jocónak, hadd támasszam alá tudományos érvekkel is. Be van bizonyítva, hogy akár igen, aktus közbeni, ordibálos, hát ennek mi, hogy van a kicsinyítős képzője? Ordibálásocskák. Aktusocska. Aktusocska közbeni ordibálásocska, de akár... Ez
Na mindegy, nem mondom, hogy mitől aktuska és ordibálásra. Engedjük el ezt a felét, maradjunk annyi, hogy héve-hóba ordibálunk mindannyian. Viszont ezzel párhuzamosan például a sportolóknál, a teniszezőknek az ütés közben biztos hallottatok. Sarapova. Tehát azért az úgy felülmúl sok-sok más erotikus helyzetet is, ahogyan ott. Tehát urak is, hölgyek is tenisz közben erőkifejtésekor bele-bele ordibálnak a és klasszikus, jönnek. Tehát vigyed haza Sarapovát, szerinted milyen zajt csinál? Így van, illetve érdekes, hogy nézzétek meg a keleti harcoknál rendesen, tehát a mozdulat mellé jár egy hang, ami egy elég hangos hang, és nem véletlenül, mert utána néztem, a japánoknál a kultúrájuk a japánoknak eléggé afele hajlik, hogy ők visszafogják magukat és az érzelmeiket, mert ugye a hang, az ordibálás, az valójában az érzelmeknek egyfajta kifejezése, valahol ki kell jönnie a fájdalomnak, az örömnek, a stb. A japánok ezt ugye visszafogták, és ezért a japánoknál van ilyen, hogy ordító, nem is tudom, ilyen hét, vagy valami van kihirdetve, amikor minden japán kimegy a mezőbe, és ordítanak, mint a... Így kollektíve. Kollektíve, komolyan. Így kell ezt csinálni. Kultúrkörökben, ahol egyébként ilyen terápiás módszereket alkalmaznak, szerintem sokkal nagyobb a boldogság ráta, de abszolút egy szubjektív vélemény, de el tudom képzelni, hogy egy ilyen kollektív stresszlevezető kis, nem tudom, összeröffen és abszolút ránk férne itt Erdélyben is, erdélyi kisebbségi magyarokként tegyük hozzá. Mondjuk a szék az eleve olyan hallgat, a érzelmekről nem szeret beszélni, úgyhogy nem ártanak kiordibál. Kimenjünk a hárgitáros... Vagy lemegyünk Bukarestbe, én utoljára ezt tüntetésen csináltam. Nem tudom a csúnya szavakat, mert hogy csúnya szavakkal volt egy embetűs román szó, úgy kezdődött, és utána az volt, hogy drágnea, és utána az volt, hogy peszede. Igen. De olyan jól esett. És tényleg teli torokból üvöltöttük, és az egyik barátommal, akivel voltunk, néztük egymást, hogy te! Ha én ezt tudtam volna, hogy ennyire jó, ma hamarabb jövök egy kicsit. Aztán könygáz nyomtak ránk, az már nem volt olyan vicces, meg nem is esett annyira jól. De akkor legalább az ordibálásra azért még rágyóltunk, csak azért is, mert akkor viszont meg mérgünkben ordibáltunk. Vagy ismerek például olyan szemét, aki az életben nem mondanátok meg, hogy egy nagyon-nagyon csendes, nagyon visszafogott ember, és elmentünk egyszer meccsre, nem is foci meccsre mentünk, hanem kosár meccsre. Ja, egyébként igen. És nem hiszitek el, tehát, hogy mellette, mintha felhúzott volna egy ilyen My Precious gyűrűt, és elkezdett ordítani, de nem alpári módon természetesen, de nagyon-nagyon keményen ordított, és így mondtam is, hogy nem ismerek rá, csak hát én ezért járok ide. Amúgy nem értek a egyébként sporthoz, igen. Nem is, de hogy ordítani, azt lehet. De látjátok, ugye azt hiszem pont itt voltál, Jocó, te is akkor, amikor arról beszéltünk, hogy vezetés közben káromkodás, és akkor ilyen alapon például az ordibálás, és azt is mondják, hogy az nem baj, mert adott ponton az ember le tudja vezetni a stresszt. És hogyha megnézzük, hogy hány ilyen helyzet van, legyen ez mondjuk a szurkolói helyzet egy sporteseményen, vagy nézzétek meg koncerteken, szabadtéri vagy beltéri, édes mindegy, de amikor ott pogózol az első sorokban, és ordítva üvöltöd a slágert, vagy éppen annak refrénjét, ezek mind olyan helyzetek, amelyek időről időre azt a bizonyos csapot, vagy azt a szelepet megengedik, hogy egy kicsit úgy kitisztuljon az ember belülről. És ilyen alapon, hogyha még egy kicsit visszakanyarodunk oda, hogy sport és tudományos dolog, volt egy olyan tanulmány állítólag, meg konkrét kísérlet is állt mögött, ami arról szólt, hogy belett igazolva, hogy azok, akik például ordítanak egy-egy fizikai cselekvés közben, például sokkal erősebben markolnak. Ez a teniszezős vonalról indultak el, hogy a teniszütőnek a fogása, és egyáltalán az ütés ereje, az mennyivel erőteljesebb akkor, hogyha kijön egyfajta ilyen feszültség is, vagy egy ilyen a hang az ordibálással járó feszültség. Hát, vagy ahogy emeli fel a súlyemelő, a súlyt, hogy az is ugye hatalmasat ordít. Miközben azért érdekes módon azért azt gondolom, hogy amikor ordítasz, akkor az is energia, nem? Igen, csak hogy olyankor meg az, mondjuk ez igaz, látod, mert most arra gondolok, hogy teremben is, hogyha nagyobb súlyok emeléséről van szó, azért ott is rendszeresen visszatérő momentum, úgymond ez az enyhe, ja. Vagy durvább ordibálás, kinek hogy tetszik, de mintha könnyebb lenne azt a terhet cipelni. Figyelj, tehát azért a hangképző szerveid, azok izmok. Ha valami nagyon erőset csinálsz, az teljes testedből mozdítod meg. És ebben a helyzetben besegít.
Tehát a boxolók ütnek például a teljes testből. Most képzeld el, hogy amikor például nézzétek meg, ugye például kilégzésnél húzzák meg a mesterlövészek is a ravaszt. Tehát, hogy ezek vannak összefüggések, nem véletlenül szokás, és hát bármit mondunk, itt az üvöltözés benne van. Tehát egy megvan a Linda című film. Igen. Most nem azért, mert a feleséged is Linda, de hát gondolom, hogy megvan. Na, tehát az tipikusan ez volt, hogy ott hanggal volt illusztrálva az egész. Úgyhogy igen, tehát akkor ezt értem. De az emberben felgyűl az indulat. Mert felgyűl, mert élünk, és nyilván, hogy a legtoleránsabb emberek mellett is konfliktusaink vannak előbb-utóbb, mert kisebb, nagyobb, de lesz. Hát, ilyenek vagyunk, másképp látjuk a világot, és ezek a nézeteltérések, lásd Kincsővel is, hogy vitatkoztunk az első órában, az első témakibontós órában, a helyes útletakarítás, illetve nem is a helyes útletakarításról, hanem arról, hogy mi az, amit én takarított útnak tartok, és ő meg nem. Na, tehát, a jól elvégzett munka minőségéről beszélgettünk, Bence. Ja, megint kezditek. Jó hír, és nyugodjon meg mindenki a Csába, mert nem ordibáltunk legalább. Nem. Még. Nem, ez nem jó, mert amikor így csinálod, ez nem, igen. Nincs mi megtámasztva a lélekből. Micsoda, a még-még? Ez csak olyan volt ez a... Megtámasztalak én tényleg téged úgy lélekből a még-méggel, hogy csak na. Ebből az a végkövetkeztetés, hogy nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos, hogy soha nem egymással ordibáljunk, soha nem emberekre, gyerekeinkre ordibáljunk. Kivéve, most, amikor kell. Hát kivéve, de... Hát nem, de mondjuk a gyerekre, tehát ez a nem üvöltünk sorra a gyerekre, hát ez egy hülyeség, mert amikor a gyerek szalad be az autó elé, ami majdnem elüti, akkor ordítasz rá, állj! Igen. Tehát van ilyen eset, ezek ilyen nagyon különleges esetek, de amúgy alapjáraton nem illik ráordibálni a gyerekre. Én például nagyon sok esetben így emelem a hangom, és egy adott pillanatban azt vettem észre, hogy a fiam, a lányomat egyszer csak úgy próbálta meggyőzni, pont mint én. Nagyon, nagyon szarul hangzott, bocsánat a szóért, nagyon rosszul hangzott. Tehát, hogy... Nem, káromkod ki magad nyugodtan, ha már ide úgy szeretném. Ne arra ugyatok, na most már kimondtam. A lényeg az, hogy átveszik azért a gyerekek, és ugye ez a tanulmány, amiről éppen mi nektek próbálunk valamiféle betekintést nyújtani, abban is írja, hogy nem igazán kell alkalmazni ezt az ordítást magánbeszélgetések alkalmával, hanem ez inkább akkor van, amikor az ember emberben felgyülemlik valami feszültség, vagy boldogság hormonok, és azzal úgymond ki tudod adni, mert ha nem adod ki magadból, akkor benned marad, és kijön valami teljesen más formában, és az nem is biztos, hogy olyan jó. Én szeretném azért óvatosan kiegészíteni egy jó tanács sorozatot a cikk szerző részéről, illetve azt, amit Jocó tolmácsolt, hogy valóban nem ildomos ordítani akár szemtől szemben a másik szemére, másik emberre, de talán ehhez az is hozzátartozik óvatosan, hogy próbáljunk meg ne nagyon úgy viselkedni, hogy a másikból ordítást váltsunk ki. Én azt hiszem, hogy kommunikációnak az a magas iskolája, amikor már tényleg más eszköze nincs egyetlen embernek sem, csak hogy a dűből, haragból való ordibálás eszközéhez nyúljon, és úgy adja ki a maga gondolatait, az valaminek már nagyon a vége. Tehát ott szerintem érdemben nem is lehet beszélgetni, ezt viszont meg ki kell váltsa valami az adott személyből, illetőből. Úgyhogy valószínű, hogyha szeretnénk elkerülni, leordítsák a fejünket, akkor igen, viselkedjünk úgy, hogy ne legyen ok és indok leordítani a fejünket. Tény ugyanakkor, hogy vannak humánus megoldások is, erre is gondolt már a szakirodalom, a szakma egyáltalán és a tudomány, mert hogyha szeretnénk kiordibálni magunkat, de mondjuk senkit nem szeretnénk ezáltal bántani, ilyen lehetőségeink vannak például, mint az internetről már megvásárolható ordító doboz, amelyet tulajdonképpen kb. Úgy képzelek el, hogy ugye szájunk elé kell tartani, állítólag rettenetesen nagyon-nagyon hangszigetelt dologról van szó, 90%-os zajszűréssel, és ebbe bele kell ordibálni, és akkor se a szomszéd szobában alvó gyereket, feleséget, férjet nem zavarjuk, se a szomszédot magát, se adott ponton a kollégát. De ugyanúgy egy másik lehetőség, és erre már Magyarországon is van, például szerintem itt nálunk Romániában is, ha jól megnézzük, ezek az úgynevezett dühöngő szobák, ahová
bizonyos összegért cserébe. Gyere, mondjad, mert tudom, hogy neked ez a szívecsücske. Nagyon szeretem. Egyébként igen, és most a cikkünk végén is jelezték, magyar tarifák szerint ilyen, mit tudom én, 10-15 ezer forintért már lehet élni a lehetőséggel. Bemész egy szobába, kapsz egy kalapácsot, vagy egy baseballütőt a kezedbe, és semmi más dolgod nincs, csak üvöltve, ordítva szétverd a berendezést. Ezt értelemszerűen azért jól megfizeted, de legalább a stressz kellő módon le van vezetve. Ez szerintem egy járható út. De az egyébként tényleg jól működne, hogy beengednek egy baseballütővel egy szobába, te ordibálsz és szétvesz mindent. Ezért hajlandó az ember fizetni, és inkább jobb kifele, mert akkor már van egy kis lelkiismeret furdalásod, hogy mindent összetörtél. Képzel, ott milyen pusztítást lehet rendezni. De tulajdonképpen mindent törhetsz, zúzhatsz. Itt mondtam épp zene alatt, illetve már tegnap Bencének, hogy Isten, igazából ez, mint piaci rés, nálunk is egy járható, vállalható dolog lehetne. Elmész az ócska piacra, megveszel egy csomó mindent viszonylag potom áron, ami törhető és zúzható, berendezel egy kis garzon lakásocskát, kiraksz egy cégért. 11 négyzetméteres garzon lakás. Igen, kirakod az ajtóra, hogy dühöngő, csinálsz valami pefát, vagy nem tudom, valamilyen vállalkozást mögé, hogy jogilag is rendben legyen. Igen, és ott nagyon sokat tudsz nyerni, mert ugye rengeteg mindent törik össze, és te megint mész kell venni még egy mikrohullámos sütőt minden nap egyet. De barterkedhetnél egy csomó más vállalkozás. Ez rendben van. Én ezt végig gondolom. Jó kincs, én látom itt a vállalkozásért, és nézzétek meg ezt a kolozsvári gazdot, milyen jó. Ott az ordibálás az nem kell működjön. Tehát gyakorlatilag valakire ideges leszel, elkezdesz ordítani az embernek szemtől szembe. Hát megsüketül. Tehát, hogy hát megsüketül. De nagyon hamar észreveszed te is, hogy nagyon üvöltesz, mert téged is fog zavarni, mert egyszerűen a hang ilyen Dolbyba körbe fog venni. Illetve összetörni se igazán lehet a lakást, mert mondjuk bemész egy baseball ütővel, már nem tudsz közben leütöd a szekrényt. Ahogy besétálsz a fikusznak, neki mész és törik, tehát igen. Már itt tartunk, hogy nyílik az ajtó. Arról nem beszél, hogy a szomszéd elkezdi ütni a falat, akkor lehet, hogy az egész a sokkokat már nincs, ahova eltegye, tehát hogy nagyon rossz. Egyébként én ezt az ordibálást úgy szeretném, hogy egy kicsit tényleg kell kombinálni valamivel az emberben, hogyha tényleg az van, hogy ki kell adni, akkor fizikailag is alkalmasint oda kell ütni. Csináljuk már úgy, hogy egy olyan teremben, ahol van egy bokzsák, az bírja. A mocsok disznó az nagyon bírja. Az, mintha jól esne neki, direkt provokál. Tehát már fáj a kezed, de ő még semmi. Tehát nem olyan, mint a Karate Kidba, hogy kiüti, és jön ki a homok rajta. Te ütöd, már mindened fáj, már majdnem sírsz, de ő még mindig bírja. Te csak egy fotót kell még rátenni esetleg, ha egy személyre vagy dühös. Pont ezt akartam mondani, hogy van az a változat is, ami nem a zsák, ugye a felkötött boxzsák, hanem tudjátok, ez az enyhén rúgódzó bábú, ami szintén nagyon kemény anyagból, valami szilikonos cuccból készül, de mindig így visszapattan, miután meg ütötte, tehát olyan, mintha folyamatosan pörölködne veled. No, a kiabálás, ordibálás kapcsán még van egy fontos dolog, amiről nem beszéltünk, és szerintem fontos, mert embereknek már az effektív lelki egészsége így állt helyre. Tudtátok, hogy például terápiás szinten úgy is alkalmazzák ezt a kiabálás, ordibálás történetet, hogy nyitott ablaknál, például vidéken, például édes mindegy, de hogy nem a bajaidat, nem a félsz, a fájdalmat, a keserűséget, a haragot adod ki, hanem az a terápia a lényege, hogy hajolj ki az ablakon, pár másodpercig nézzél körül, és ordítsd bele a világba, hogy pontosan ebben a pillanatban mi az, ami tetszik, és mi az, ami szép. És mesélte, ismerős volt helyzete, hogy sokadik kísérlet után minden reggel ki kellett hajolni, kiordibálni a szép dolgot, ami éppen tetszik, és valamelyik pillanatnál egyszer csak úgy eltörött idézőjelesen valami, hogy nem tudom, harmatos rózsát látott, vagy fogalmam sincs, hogy jaj, de szép a rózsa, kb. Ez volt a szöveg, és valami teljesen megújulós, teljesen újragondolós, ilyen nem is tudom, euforikus pillanata volt. És működőképes terápia állítólag. Én ez a freudi elszólás, amikor anyósnak akarod mondani, hogy anyuka adja ide a sót, és helyette jön a freudi elszólás, hogy maga Vin elrontotta az életem. Igen, tehát hogy mondjuk, hogyha két évig kiállt minden nap az ablakba, akkor már úgy elhiszem, hogy volt neki egy ilyen vízipója. Tehát, hogy igen, a kiabálás, hát nézzétek meg, az új évet is elkiáltjuk, nem? Az új évet elkiáltjuk, mikor számolunk vissza, soha nem így számolunk vissza, hogy 10-9, hanem mindenki ezt kiabálja valami. Tegyük hozzá, hogy az emberben van, akkor van is egy atmoszféra. Hát van, de kiáltjuk, tehát el akarjuk kiáltani az új évet, és üdvözölni nagy kiabálással az új évet. Igen, például. Tehát az öröm és a jó dolgok kifejezésének eszköze is tud lenni az ordibálás, ha egyéb nem lásd orgazmus, maradjunk ennél, és minden rendben lesz.
sorsszabály, a maga nemében páratlan. Ott maradtunk el, hogy beszéltünk mindenféléről, és hát maradjunk azért a klasszikus Zsigmond által írt üzenetnél a kincstára vonatkozóan, mert hogy van egy sztoria. Pár évvel ezelőtt felszólítást kapott, hogy van 75 leadósság, és fizesse ki, mert ha nem zárolják a számláit. Rohan fizet. Két hét múlva ismét jön az értesítés, hogy van 75 ami többlete, menjen vissza, és vegye fel. Na ez a trezor. Igen, ez az a 75 le, amit ott hagysz. Hagyja, majd jó lesz. Hát figyelj, hát megőrizték neki a pénzét, hát most ez szerintem ez egy nagyon jó dolog. Tehát például, hogyha engem is behívnak, és azt mondják, hogy adjak oda 1000 lejt, és rá egy hétre azt mondják, hogy na itt van az 1000 lej, akkor lehet, hogy ők csináltak nekem jót. Hát tulajdonképpen én azt az 1000-est elköltöttem volna, és pont amikor kellene, nem lenne. Segítettek a takarékosságodban, ugye? Abszolút, abszolút. Na, arról, igen, arról is beszéltünk korábban, ha már az üzeneteknél tartunk, ugye, hogy megtörtént. Legalábbis ezzel fenyegetődsznek, hogy kivonják Európából a Facebookot és az Instát, ennek kapcsán jó lenne. Én esküszöm, örülnék neki. Na, de ráütök ügyesen a szájamra, és olvasom inkább József üzenetét, azt mondja, hogy nincs Facebook Európában, semmi gond, lesz valami Eurobook. Próbáltam egyébként levédeni az Eurobook domaint, hát már nem foglalt, és eladó, de mondja, hogy le van foglalva, de eladó, itt ez a lényeg. Ha-ha. Tehát ha valaki egyszer csak az új Facebookot Eurobook név alatt meg akarná teremteni itt az unió területén, akkor van egy eladó domén, szólunk nekik. Van, aki ezzel foglalkozik, hogy előre gondolkodik azon, hogy vajon mi lenne a neve majd, hogyha lenne európai Facebook, és azt mondja, Eurobook lenne, és akkor képes is levédi ezt a nevet, és utána eladja. Csak létezik egy ilyen dolog, hogy domain spekuláció, és általában ezt nem tudom, Románia éppen jogszabályban foglalta, de másutt egyébként igen. Tehát, hogyha te mondjuk ugye nem foglalkozol sem Facebook jellegű szolgáltatással, sem könyvkereskedéssel, akkor valószínűleg utána azt mondják, hogy bocs, az, hogy te az Eurobookot lefoglaltad, az nem jogos. Hogyha nem csinálsz vele semmit, csak mondod, így biztos. Mit tudom én, könyveladással akarok foglalkozni 3 éven belül. Ki tud ebbe belekötni? Valamit kell csináljál, mert hanem 3 év múlva veszik el tőled a domain, de egyébként, tehát mit tudom én, facebook.euro.com simán meg tudják csinálni, nem volna olyan, vagy meta Facebook, ne aggódjatok, megtalálják ezek a megoldást. Hát csak az már brand koppintás, tehát illetve, ha valaki újra nem csinálja te, a unióba. Maguk. Nyugodjatok meg, nem fog kivonulni Európából, tehát higgyétek el, ez egy pont olyan hír, hogy ez is csak egy reklám arra, valamiről hogy beszéljünk. Persze. Tehát az, képzeljétek, mekkora dollár milliárdokat veszítene azzal, hogyha kivonulna Európából, ezért nem fogja megtenni, de természetesen ugyanolyan, mint egy háború kezdete, hogy először kezdjük méregetni egymást, fitoktatjuk a saját erőnket, és aztán lesz, ami lesz. Én csak nézegetem visszafelé, hogy mennyit használom a Facebookot. Mondjuk azért olyan rengeteget nem, de napi fél órámtól egy órámig rámegy, ami azért sok. Hogyha kimennek, nem fogok én sírni. De megnyugtat, a tény legutóbb, mikor szintén egy műsorban lecsekoltad, hogy mennyit használod a Facebookot, ugyanennyi volt. Tehát se előre, se hátra, igen, csak nem emlékszem. Tudod, nem emléksz, pedig Jocó is itt volt, végignéztük még Endre is. Jocó elszörnyűködött, arra emlékszem. Velem akkor nagyon kiszúrtál, úgyhogy én nem szívesen emlékszem vissza erre az adásra. Viszont de azt a kétségbe esett arcot látom, igen, magam előtt, mint amikor a kutyától elveszed a játékot, így nézve, de miért vagy velem ilyen szenyó? Az az igazság, hogy én bánnám, hogyha eltűnne a Facebook, és szerintem ti is bánnátok, ti most nagyszájúan azt mondjátok, hogy egyáltalán nem zavarna, de igenis zavarna. Na nézd ide, drága Jocó, én megmutatom neked a saját profilomat, és nézd meg a legutolsó dátumot, amikor én foglalkoztam Facebookkal, akkor is egy általam igen kedvelt vállalkozás, vagy azzal kapcsolatos cikket osztottam meg. És megnézhetjük az Instádat? Engem ennyire érdekel a Facebook. De azért ránézel a Facebookra. Egyébként nem, tehát most már ott tartok, hogy munkát leszámítva, ami rádióval, műsorral kapcsolatos, de hogy TikTokozok, már csak semmit, olvasok, mert sokkal jobban jár az ember, ha olvasik.
Ez az. Igaza van Kincsőnek valójában, de attól függetlenül a Facebookot, ha okosan használjuk, illetve ezeket a ehhez hasonló oldalakat, szerintem van benne valami, ami az új világnak egyfajta velejárója, és én ezért azt mondom, hogy igenis, aki akar, aki úgy érzi, hogy elég okos hozzá, az nyugodtan Facebookozzon, aki nem, az pedig álljon ki, hogy szűnjön meg Európában, és max én elköltözök Amerikában. Rendben, Jocó, majd tudom, hogy kitől fogjuk rendelni a laptopot, mert te figyelj, Jocó, küldök neked egy kicsi lóvét, hozzá már egy új iPhone. Jó, megszusszanunk egyet, mert miért ne tennénk. Hármas szabály, a maga nemében páratlan.